Főtisztelendő úr, nekem nem volt szerencsém az anyáimmal. Amint megláttam a napvilágot, első cselekedetem egy anyagyilkosság volt. Herceg, ez az önvád Martosa lelkiismeretés. Új anyám. Don Carlos, Schiller 1787-ben írt művének címszereplője, Hamlet és Bang-Bang mellett a drámairodalom egyik legismertebb vívódó hőse. A barokk Spanyolországban játszódó politikai krimiben és szerelmi történetben az apák generációja csap össze a fiúk más értékrend mellett hitettevő világával. A tragédia központi kérdése egyén és világ szembenállása. Az akaratában, gondolataiban szabad ember eszmevilága kerül szembe a társadalmi, történelmi valósággal. Schiller értékrendje szerint az ember életének értelmét az eszmékért folytatott küzdelem adja, csak ezért érdemes életünket feláldozni. A társulat izgalmas próba folyamaton van túl. A rendező a 20. század végi környezetbe helyezte a történetet, hiszen a műben számos olyan kérdésre keresik a választ, ami ma is része az életünknek. Ez van olyan izgalmas, mint bármilyen tévésorozat, amiket most úgy falunk. Azért ezen nagyon sokat kellett dolgozni, hogy ezért, mert a klasszikus szöveg ez kimomoljon, és egyszer csak olyan természetességgel hangozzon, hogy ne az jusson eszünkbe, hogy ilyen hosszú 1787-es ruhákban, vagy 1500-as ruhákban, amikor a történet játszódik, oda képzeljük a történetet, hanem igenis belelássuk a mi saját történetünket, és a mai közeget. Kicsit persze nem már a mai közegben van, hanem egy kicsit korábban játszódik, tehát ugye a 80-as évek környékére tettük. De ebben a ma az nagyon benne van. A címszerepet vendégként Horváth Illés alakítja. A művész úgy véli, Don Carlos figurája nagyon különleges karakter. Igyekszem minél több ponton a saját személyiségemmel találkoztatni ezt az alakot, és saját magamra húzni, a saját élményanyagomból dolgozom, hogyha érzek valamit, azt mindig színpadon, azt mindig igyekszem saját magamból megfogalmazni, és ezzel kapcsolatban voltak hiátusok a magam részéről, de most, ha lekopoghatnám valahol ebben a pillanatban, akkor azt hiszem, hogy ez összejön a végére, igen. A premier előtt Kulisszák címmel kiállítás nyílik majd a galériában. A tárlatot a színház emlékezetes előadásainak díszleteiből és jelmezeiből a Teátrum szcenikai vezetője Boldizsár Zsolt állította össze.